Ebben az épületben működik a Nyíregyházi Kórház szülészetnőgyógyászati osztálya. Itt évente körülbelül 3500-an szülnek, ez az országos átlag felett van, ugyanúgy, mint az interrupció, azaz az abortuszok száma. Sajnos megyénkben stagnáló az interrupció szám, viszont nagyon fontos, hogy nem emelkedik. Osztályunkon ilyen 550-570 interrupciót végzünk az elmúlt 3-4 éves átlagban. A terhesség megszakításnak szigorú szabályai vannak, tette hozzá a Nyíregyházi Kórház szülészetnőgyógyászatának osztályvezető főorvosa. Pap Károly kiemelte, az anya kérésére a magzat 12 hetes koráig szabad elvégezni a művi beavatkozást, és csak a családvédelmi szolgálat engedélyével. A 20. hétig pedig csak igazolt kromoszóma eltérés vizsgálattal felismert súlyos rendellenesség esetén lehet elvégezni az interrupciót. Többféle lehetőség van, hát a hagyományos ez a mészájtágítás, műszeres mészájtágítás és a vákum aspiráció, tehát kiszívni a mély üregből. A mészájtágítás ma már végezhető gyógyszeresen, lamináriákkal, ami sokkal könnyebb megoldás. Magyarországon engedélyezett a teljes gyógyszeres interrupció elvégzése, de erre jelenleg gyógyszer nem áll rendelkezésre. A külföldről beszerzett tablettákat is csak engedélyezés után lehet bevenni, a vetélés pedig 1-2 héten belül lezajlik utána. A szakemberek azt mondják, a felvilágosító előadások, a fogamzásgátló tabletták nagy szerepet játszhatnak az abortuszok számának csökkenésében.